Jó estét kívánok, ez élő hírháttér műsorunk a közügyek, már is mondom a mai adás témáit. Hány magyar elsős lesz idén Vajdaságban, hol jók az eredmények, hol rosszak, megszűnhet-e valahol tagozat, ez a mai műsor központi témája. Emellett megtudhatják, hogy mennyien adták át pályázatukat a második körben a Prosperitáti Alapítványnál, és hogy melyik területek voltak ez alkalommal a legnépszerűbbek. A műsor végén pedig a tervek szerint majd Tótfaluba kapcsolunk, ahol épül a mini Vajdaság, megmutatjuk, hogy pontosan hol nézzenek minket. A beharangozott témák előtt azonban természetesen politika, ugyanis a köztársasági parlamentben ma délelőtt folytatódott a még pénteken megkezdett vita, illetve az alakuló ülés. Maja Gojkovic, aki a korábbi házelnök, és akit a szerb haladó párt ezúttal is erre a pozícióra javasolt, arra kérte a korelnököt, hogy az alkotmánnyal összhangban vezesse az ülést. Egyébként a második pontnál tartanak, ez pedig a képviselőház elnökének a megválasztása, de a felszólaló képviselők nem igazán erről beszélnek, hanem minden más szóba kerül, és éles vita jellemzi az ülést. A házelnök személyéről pedig természetesen még nem szavaztak, hogyha esetleg a műsorunkkal egy időben történik valami rendkívüli, akkor erről tájékoztatjuk önöket. Most mutatjuk, hogy mi történt eddig. Pénteken az új képviselők letették az esküt, a házelnök megválasztásánál azonban megakadtak. Az alakulést a képviselőház legidősebb tagja, a 86 éves Dragojub Mityunovics vezette. A demokrata párti politikus szerint a képviselők nem tartották magukat a napirendi ponthoz, vagyis inkább politikai nézetkülönbségeik miatt vitatkoztak, és csak keveset beszéltek a házelnök jelölt Maja Gojkovics megválasztásáról. Dragojub Mityunovics korelnök szerint lealacsonyító és megalázó volt, ahogyan az újonnan megalakult parlament munkája folyt pénteken. Hangos elégedetlenséggel, botrányos módon. A sértegetésektől és személyeskedéstől sem mentes, egész napos vita után az elnöklő valamivel 20 óra előtt úgy döntött, berekezti az ülést, a folytatását pedig hétfőre halasztotta. A hatalmat alkotó képviselők felháborodtak a váratlan lépésen. Alekszandr Vucic kormányalakító a hétvégén úgy fogalmazott, senki sem akadályozhatja meg, hogy a többség érvényesítse akaratát. A szerb haladó párt elnöke kifejtette, az ellenzék azt szeretné, ha nem alakulna meg a kormány, de a kabinet június végéig mindenképpen létrejön. Hozzátette, nem fognak késni, mert a választók akaratát nem lehet megmásítani. A szocialista frakcióvezető még délután 3-kor jelezte, hogy felszólalna, de este 8-ig nem jutott sorra. Ivica Dacic 24 év alatt, amióta a parlament képviselője, ilyet, hogy elhalasztják az alakulést, még nem tapasztalt. Nisam još bio na konstitutivnoj sednici koja je na ovakav način prekinuta, odnosno da je pomerena za neki dan sledeći bez konsultacija sa jasno sa predstavnicima drugih poslaničkih klubova ili sa parlamentarnom većinom koja je jasna. Mityunovics úgy vélekedett, ha megkérdezte volna a frakciókat, sohasem tudtak volna megegyezni. A péntekihez hasonló hangnemben folytatódott a hétfői ülés is. A megszakítás körülményeiről vitatkoztak. Imao sam nameru, kao što sam imao nameru i prošli put. Rekao sam dajte da završimo posao. Mogli su da govore samo predstavnici poslaničkih grupa, pošto imamo jednog kandidata, stvar bi se završila. Ali je nekome bilo stalo da iskaže, dokaže, pokaže svoju borbenost i počuje napadom na političke stranke opozicije. Maja Gojkovics házelnök jelölt felszólította Mityunovicsot, hogy az alkotmánnyal összhangban vezesse az ülést. Hozzáfűzte, a haladóknak van idejük, hiszen a nép megszavazta őket, és türelmesen ki fogják várni azt, hogy úgy kezdje el vezetni ezt a képviselőházat, ahogy azt egy operatív feladatokat ellátó személynek tennie kell, a házelnök és az alelnökök megválasztásáig. A hatalmi szerb haladó párt azzal vádolta meg Dragojub Mityunovicsot, hogy visszaélt rövid ideig tartó elnöklési szerepével. Ja apelujem na vas kao predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke da sednicu vodite u skladu sa poslovnikom, da ne preduzimate ništa na svoju ruku i ako imate potrebe da obavite konsultacije, da te konsultacije ne obavljate samo sa predsednikom vaše poslaničke grupe, nego sa svima, kako bismo iz ove situacije izašli na demokratski način,
kako bi se ova sednica konačno završila i kako bismo mogli da nastavimo da radimo dalje. A képviselők az ülésen továbbra is szeszélyes vitákkal lassították a döntéshozást. A Szerb Radikális Párt szerint ez a haladók felelőssége, mert minden ellenzéki kritikára erélyesen válaszolnak. Ne možete i da ne prečutite i da žurite. Možete jedno dobro izvući, oba ne možete nikako, jer se međusobno isključuju. Ako želite da se brzo danas završi, čutite. Ako ne želite, onda alarmajte celi dan, pa ćemo sutra, prekstra i tako dalje. A Szerbiai Szociáldemokrata Párt képviselője kihívta maga ellen a haladókat azzal, hogy Maja Gojković politikai múltjáról beszélt. Da li gospođa Gojković može da uliva poverenje, da li građani Srbije mogu verovati? Da li joj mogu verovati jer je ona bila član Narodne radikalne stranke, Srpske radikalne stranke, Narodnog pokreta. Zatim na listi Ujedinjenih regiona Srbije je ušla u parlament, što joj nije smetalo da odmah bude deo poslaničkog kluba Demokratske stranke i na kraju Srpske napredne stranke. Az ülés folytatásában azt láthattuk, hogy egyik félnek sem túlságosan sietős a házelnök megválasztása, mivel egymást váltva szólaltak fel. Legtöbbjük pedig meg sem említette a soron lévő napirendi pontot. A házelnök megválasztása a második napirendi pontja az alakuló ülésnek, amit az alelnökök és a főtitkár megválasztása követ. A parlament napirendi pontjai közt szerepel a munkaszervek megalakítása is. Egyébként Dragojub Mityunovics korelnök a hétvégén úgy fogalmazott, most sem engedi meg, hogy éjszakában nyúlóan ülésezzenek a képviselők. És valóban arról szólnak a nem hivatalos információk, hogy a korelnök ma is megszakítja majd az ülést, ugyanúgy, mint pénteken, vagyis 20 órakor, és szintén nem hivatalos információk szerint a szavazás a házelnök személyéről majd holnap történik. Letelt a Vajdasági Terület és Gazdaságfejlesztési Program második pályázati körének beadási határideje. Az érdeklődők péntekig adhatták át a szükséges dokumentációt a Prosperitáti Alapítvány irodáiban. A vendégem a témával kapcsolatban Nagy Zita, a Szabadka iroda vezetője. Üdvözlöm, 14 órakor rögzítettük a beszélgetést. Volt-e roham pénteken az utolsó napon? Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Igen, nagyszámú megkeresés érkezett még az utolsó napokban is, tehát a szerda, csütörtök és a péntek szinte megduplázta az elmúlt egy hónap idején átadott pályázatok számát. Ez mit jelent, hogy mindenkinek sikerült átadni a pályázatot, aki pénteken jelentkezett, vagy volt, aki lemaradt? Igazából, aki átszándékozta adni pályázatát, mindenkitől átvettük a pályázatokat, aki 14 óráig megjelent az irodánk előtt. Tehát sorszámokat osztottunk ki, minden egyes területi irodára vonatkoznak ezek az adatok. Aki 14 óráig az irodánk előtt, tehát át tudta adni pályázatát, akár este 6 órakor is. Hogyha valakinek pénteken hiányos volt a pályázata, akkor kapott a lehetőséget arra, hogy pótolja a hiányt? Amennyiben a reggeli órákban érkezett, és mi területi irodán kollégái tudták figyelmeztetni arra, hogy beszerezendő még egy-két dokumentum, akkor igen, 2 óráig, még amennyiben tudta, teljesíthette a kérést. Hány pályázat érkezett összesen a második körben? A második körben összesen 586 pályázat érkezett az 5 pályázati kategóriában. Hogyan oszlanak meg földrajzilag, tehát melyik irodába érkezett be a legtöbb és hova a legkevesebb? Igazából a terület lélekszámával arányosan, tehát a magyarság számával arányosan érkeztek be a településekről a pályázatok. Természetesen Szabadkán nagyobb számú pályázat érkezett be, de a Tiszamente is szintén követi, ugyanúgy, mint Bács-Topolya és Temerén. Tehát igazából nagy számú pályázat érkezett be mindegyik irodánkhoz. Pályázati területeket illetően melyik volt a legnépszerűbb? Természetesen a földvásárlás. Lévén Vajdaságban vagyunk, tehát a földművelés, mezőgazdaság a legkeresettebb kategória, tehát így a földvásárlás volt az a legkeresettebb. Mikor tudhatják meg itt a második körben pályázók, hogy sikerrel jártak-e, mikor lesznek itt eredmények? Igazából itt is a 45-től 60 napos elbírálási időt próbálják tartani értékelőink, tehát igazából a nyár folyamán nyár végére várhatóak az eredmények. És ekközben az első kör eredményei is folyamatosan megjelentek. Ha jól tudom, még 2 területnek az eredménye hiányzik. Melyek ezek és mikorra várhatók eredmények?
Igen, a 10 kategóriából 8 kategóriában megjelentek az eredmények, a két legnagyobb kategória, tehát a legnagyobb számban jelentkezők, a kapcsolható mezőgépekre és az egyéni vállalkozók eszközbeszerzéseire irányuló pályázatok maradtak, tehát itt folynak az utolsó simítások, értékelőink dolgoznak, igazából az elkövetkező két hétben nagy valószínűséggel kijönnek az eredmények ebben a két kategóriában is. Jelentkeztek esetleg pályázók azzal a panasszal, hogy túl sokat kell várniuk és bizonytalan helyzetbe kerültek, például, hogy megvásároljanak egy eszközt? Igazából a két hónap volt az, ami számukra emészthető időszaknak bizonyult, tehát most kezdtek el türelmetlenkedni, de azt hiszük, hogy ennek talán a végére tudunk járni az elkövetkező két hétben, és mivel az eredmények nyilvánosságra kerülnek, innentől kezdve az elégedetlenkedőknek is talán sikerül. Hol lehet tájékozódni az eredményekről? Az eredményekről továbbra is a honlapunkon, a prosperitati.rs honlapon lehet tájékozódni. Hogyha valaki felfedezi a nevét a győztesek között, akkor mi a teendő? Igazából e-mailes megkeresések veszik kezdetét abban az esetben, amikor valaki nyertes pályázóvá válik. Tehát nagyban tudja segíteni a munkánkat, hiszen a dokumentumok nagy részét be tudjuk kérni elektronikus úton, ezáltal a pályázóknak megspórolunk rengeteg időt és úgymond szaladgálást a dokumentumok után, tehát a pályázat eredményeinek meghirdetését követő egy héten belül írásban értesítve lesznek nyertes pályázóink arról, hogy mik a további teendőik. És hogyha valaki nem nyert, viszont ezt valamiért igazságtalan döntésnek érzi, akkor van-e lehetősége panasz benyújtására? Igen, mindenképpen, mint minden más esetben, nálunk is ezt nyugodtan megtehetik. Tehát az irodákban? Így igaz, tehát írásos úton. Lesz-e harmadik forduló, és ha igen, mikor? Igen, várhatóan az idei évben még írásra kerül még egy forduló, ez pedig az ősz folyamán várható. Tudjuk ezt esetleg, hogy nagyjából milyen területek várhatók? Igazából még nem kristályosodott ki, viszont próbáljuk a visszajelzések, tehát a leendő pályázóink, vagy már pályázóink, érdeklődőink alapján összegezni a megkeresett kategóriákat, és ezekből összeállítani egy harmadik körpályázatot. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm. Oktatási témával folytatjuk. A tanév végén vagyunk, és ilyenkor már a következő tanévre készülünk, főleg az elsősök. Eddig több mint 1300 elsőst beirattak már az iskolába, de hogy pontosan mennyien lehetnek, mennyit várnak, elárulja vendégem. Köszöntöm Perpower Attilát, az MNT Oktatási Bizottságának elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánom, és üdvözlöm én is a nézőket. Mondjuk el a pontos számokat, hogy eddig hányan iratkoztak be, és hány diákra számítanak, hányat várnak? A jelenlegi adatok szerint, hiszen ez számunkra is nagyon fontos, 1332 tanuló, leendő elsős iratkozott be az iratkozási végére, hiszen meghirdettük, hogy hónap végéig tart az iratkozás, de azok az iskolák még jelezték, hogy ahol már elméletileg befejeződött az iratkozás, még mindig várnak iratkozó leendő elsősöket. A mi becslésünk szerint az óvodákat körbekérdeztük, tehát folyamatos napi kapcsolatban vagyunk az óvodákkal, 1546 gyereket várunk, ez 10-szer több, mint az előző tanévben. Egyébként mi a gyakorlat, hogy még a nyár folyamán nagyjából mennyi diákot iratnak be? Hát körülbelül a hiányzó létszámot még befogják. Bízunk benne, hogy 1500-on fölül meg lesz az iratkozó tanulók száma. Tavaly évvel összehasonlítva, illetve korábbi évekkel összehasonlítva ez a mostani szám, ez mit mutat? Az előző évvel készült egy kimutatást. Növekedés van Óbecsén, ott 44 tanulóval lesz több, várhatóan több lesz, tehát minden feltételes módban mondom, hiszen ez még majd szeptember 1-én fog pontosan szeptember 1-én fogjuk meglátni, hogy hány tanuló is iratkozott be. Akkor Szabadkán 23 tanulóval lesz várhatóan több, Zentán pedig 15 tanulóval lesz. Sajnos negatív statisztikánk is van, csökkenésről is beszélhetünk, hiszen Adán 32 gyerekkel lesz kevesebb, várhatóan, Topolyán 17-tel, Csókán 17-tel, és Temerinben is 12 elsőssel kevesebb tanuló fog beiratkozni.
A csökkenésnek mik a leggyakoribb okai? Ugye egyrészt gondolom, még mindig előfordul, hogy a magyar gyerekeket szerb tannyelvű osztályba iratják, másrészt az elvándorlás. Melyik most a... Én inkább az elvándorlást mondanám, hiszen az utóbbi években egy olyan gyakorlat alakult, hogy a magyar gyerekeket túlnyomó többségében, szinte majdnem mindegyik gyereket magyar tagozatra iratkoznak, hiszen olyan támogatási rendszert épített ki a Magyar Nemzeti Tanár, amely kedvezővé teszi ezeket a tagozatokat. És minek köszönhető még, hogy például Óbecsin ilyen sokkal megnőtt az elsősök száma? Tehát mi lehet a titok, mi lehet az, ami jó? Hát valószínű az, hogy egy komoly támogatási rendszerünk van, és akkor megmaradnak a fiatalok. Bízunk abban, hogy az elkövetkező időszakban még több fiatal fog itt ebbe a térségben maradni, és gyermekáldással büszkélkedhetnek, ami azt jelenti, hogy minél több magyar elsősünk fog lenni. Akkor vegyük sorra ezeket a támogatásokat, mi mindennel segíti a Magyar Nemzeti Tanács a diákokat, illetve a családjukat? Elsősorban a Vackor program, hiszen itt már az óvodában nyúlunk a magyar családokhoz, itt segítünk a gyerekeknek. Akkor utána a beiskoláztatási program keretén belül, tehát az elsősöknek csomagokat adunk, amely elősegíti, hogy a tanulók, a családoknak kisebb anyagi terhelésük legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy füzeteket, tanszercsomagot, metalofont adunk, olyan dolgokat, amit minden nap tudnak használni. Nagyjából mekkora értékű ez a csomag? Ez egy olyan 7-8 ezer dinár értékű csomagról van szó. Ez elég komoly csomag, és ez komoly segítség is, ismerve a jelenlegi gazdasági helyzetet. Később pedig a támogatási rendszeren belül a középiskolákban is segítünk, majd pedig a felsőoktatási támogatási rendszerünk, amely nagyon komoly, és úgy gondolom, hogy az igazán arra szolgál, hogy azok a tanulók, akik itt akarnak tanulni, és bízunk benne, hogy egyre többen lesznek, azok itt komolyan be tudják fejezni az egyetemeiket. Az iskola busz program az működik-e még, milyen eredményeket hoz? Persze, hogy működik, sőt, most már óvodásokat is szállítottunk ebben az évben, és az elkövetkező időszakban is működni fog az iskola busz hálózatunk. Várjuk a községeknek az igényeit, hogy hol, hova kell szállítani a gyerekeket, melyik intézmény, melyik településről, melyik intézményben, hiszen ez minden évben változó, és az iskola kezdés előtt fogunk erről tárgyalni a községekkel, és meg fogjuk pontosan látni. Tehát egy gyereket sem szeretnénk, hogy kimaradjon. Több mint 300 gyereket szállítottunk ebben az évben is az iskolabusz program keretén belül. És ha jól tudom, akkor most folyik egy nagyszabású felmérésük, ami az 5-6 éves korosztályra vonatkozik, és ez a fejlesztő pedagógiával kapcsolatos, miről van szó? A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiát tavaly decemberben fogadtuk el. Annak egy sarkalatos része a fejlesztő pedagógiának a beemelése a vajdasági magyar pedagógiai gondolkodásmódban. Ezt nagyon röviden mondjuk el, hogy mi az, hogy fejlesztő pedagógia. Fejlesztő pedagógia azt, hogy segíti abba a gyereket, hogyha tanulási hiány zavara van neki, akkor ebben mi fel tudjuk zárkóztatni, de először egy felmérést kell végeznünk, ez a felmérés jelenleg is zajlik, ez április eleje óta zajlik a vajdasági magyar óvodákba, beszédkészséget mérünk, mozgást és vizualitást, és ez alapján készül majd egy statisztika, amely kimutatja azt, hogy hol milyen deficitek vannak, és itt tudunk pontosan rámutatni arra, hogy a vajdasági magyar közösségnek milyen szakemberekre van szükségük. Tehát már tudjuk, hogy logopédusokra, fejlesztő pedagógusokra, gyógypedagógusokra van szükségük. Igyekeztünk olyan területet fölkarolni, amely a tömb magyarságot is magában foglalja, a szorvánt és a sziget magyarságot. És habár én ezt a kifejezést nem szeretem használni, hogy tömb, szorván vagy, mert minnyáján egyenértékűek vagyunk ennek a közösségnek. Miután felmérték azt, hogy milyen szakemberekre lenne szükség, hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a szakemberek valamilyen módon megszülessenek? Tehát átképzést, továbbképzést tudnak-e biztosítani, hogy például mostani tanítónőkből legyenek? Természetesen ennek ez a célja, hogy a fogyó gyerek létszám is közrejátszik, hogy a munkanélküli
munkanélkül maradó pedagógusokat egy átképzésen átesnek, és akkor ők tudnak ebben segíteni az ott lévő óvodásoknak. De ezt szeretnénk hosszú távon is folytatni, tehát jelenleg óvodásokat mérünk, mi a terveink szerint szeretnénk ezt úgy harmadik, negyedik osztályig követni a gyerekeket, hiszen akkor van értelme neki. Hiszen a mérés arra szolgál, hogy van-e tanulási zavara, feltételezhető-e, vagy nincs neki. És így tudunk ebben segíteni nekik. Egyébként nagyjából mekkora az a pedagógus tömeg, aki munkanélkül marad a csökkenő gyereklétszám miatt, és akit át lehetne képezni? A jelenlegi helyzetben ez nagyon elenyésző szám, hiszen még mindig tudjuk tartani a tagozatokat, és a Magyar Nemzeti Tanácsnak az is a célja, hogy megtartjunk minden magyar tagozatot, sőt, hogyha lehetőségünk van rá, akkor óvodai csoportokat indítsunk, és később ebből majd iskolás csoportok lesznek. Tehát ez nagyon fontos számunkra. Egyelőre kevés az a pedagógus, aki munkanélkül marad. Még egy témát röviden, a Magyarországi Pető András Főiskolával van egy együttműködésük, és befejeződött egy képzés is Zentán, ez mire vonatkozott? Egy 3 hetes intenzív kurzus volt Zentán, ez azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek szólt, akik idegrendszeri született, vagy szerzett idegrendszeri betegséggel, vagy multiplex szklerózissal, vagy pedig stroke-ban szenvedtek. Egy konduktív módszerrel dolgoztak a Pető Intézetnek a munkatársai, tehát konduktorok, ami azt jelenti, hogy nem a beszéd vagy a mozgásnak a külön részeit, hanem komplex módonként kezelték. Ez 3 hetes kurzus volt, már a 3 hetes kurzus alatt voltak szemmel látható eredményei, és bízunk abban, hogy, és terveink szerint is, valamikor az ősz folyamán ezt szeretnénk folytatni egy újabb intenzív kurzussal. Sőt, még el tudom azt is mondani, hogy a nyár folyamán tervezünk egy szülő találkozót, ahol azok a sérült gyerekeknek a szülei eljönnek, a fiatalok, az idősek, és megosztják egymással a tapasztalatait, és a Pető Intézetnek a munkatársai is eljönnek, hogy ebben segítsék ezeket a szülőket, ezekben az élményeknek a feldolgozásában, és hogy hosszú távon is megoldást tudjunk találni. Sok sikert kívánok ehhez, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm szépen. Több vajdasági helyszínen is megünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját, ez június 4-én szombaton volt, ez a trianoni békeszerződés aláírásának az évfordulója. A vajdasági központi megemlékezés Királyhalmon volt, ahol a 4 éve ültetett almafa mellett emlékeztek meg az egybegyűltek. Az almafa egyébként a magyarság közös múltját, közös gyökereket és a közös jövőt jelképezi. Mutatunk egy összefoglalót az eseményről. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megtelt a Királyhalmi templom. Imádkozunk hát és kérjük az égi közbenjárását, majd a nemzetünk minden tagjára, éljenek bármely országban is ezen a világon. A szentmise után a plébánia udvarában Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség tanácselnöke köszöntötte a résztvevőket. Van-e alkalmasabb hely és időszerűbb pillanat, mint a Nemzeti Összetartozás napján itt Királyhalmán, a 4 évvel ezelőtt elültetett almafa közelében 2016. június 4-én a magyar egységről beszélni. A mi életünk a kisebbségi létben pont ezeknek a pontoknak a mentén zajlik, hogy hogyan a legnehezebb körülmények, legsanyarúbb körülmények között, hiszen nyilvánvaló, amióta elcsatoltak bennünket, hát nem igazán baráti környezetben élünk, és hát itt kellett valamiképpen megkapaszkodni, itt kellett teljesíteni, többlet teljesítményt is nyújtani, hogy megmaradjunk, és lám sikerült. És azért mondom, hogy mi most hát ebből a tragédiából is valamiképpen egy olyan napot, emléknapot kreáltunk, amely nem a gyászra emlékeztet bennünket. Az ünnepi műsor részeként gyerekek énekelték el az Örökségünk című dalt.
Hajnal Jenő szerint ez az emléknap gyász és ünnep is a magyarság számára. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a vajdasági magyarság sok viszontagságot átélt a történelem során, de megmaradtunk a szülőföldünkön, és a kihívások a kultúránk részévé váltak. Mindaz, amit a török elpusztított, ez a mi örökségünk, ez a mi hagyományunk, és ez az a fölfedezés, amelyet ugye egyrészt, hogy önmagunkra vagyunk utalva, és önmagunknak kell a boldogulásunkat keresni, és hogy eljutottunk addig, hogy a magunkra maradottságon belül az itteni lehetőségekkel, ahogyan élni tudunk, emellett érezzük nem csak az anyaország, hanem a kárpát-medencei magyarságnak azt az együttérzését, együtt gondolkodását. Csak vissza, vissza, Délszigetje vár. Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott a végzeted. Nekünk csak egy volt. Az is elveszett. Repülj, repülj, s a délen valahol a bujdosokkal találkozol. Mondd el nekik, hogy pusztulunk. Veszünk. Mint oldott kéve, széthull nemzetünk. A vajdasági magyaroknak a megmaradásért élni kell a lehetőséggel, tette hozzá az MNT elnöke. Hiszen olyan támogatások érkeznek Magyarországról, amelyekkel most már építkezni, élni lehet. És én azt hiszem, hogy ez az a pillanat, ez az az alkalom, amikor ez a szorgos nép, a délvidéki vajdasági magyarság minden gondja, baja ellenére ezekből a támogatásokból egy kicsit másként kezdhet el gondolkodni. Másként kellene, hogy a jövőjét lássa, és itt elsősorban a fiatalokhoz kellene ennek az új érzésnek, ennek az új otthonteremtésnek az érzését megtalálni, felfedezni, hogy itt a szülőföldünkön kezdjük el az alapokat, az újraépítkezést. A királyhalmi eseményen többek között részt vett Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, Babits János, Magyarország szabadkai főkonzulja, és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Természetesen Magyarországon is voltak rendezvények a Nemzeti Összetartozás napján. A legtöbb programot a Magyarság házában tartották. Ott Szilágyi Péter magyar nemzetpolitikai helyettes államtitkár mondott ünnepi beszédet, de a határon túli régiók, így Vajdaság képviselői is megjelentek. Most mutatunk egy összefoglalót a budapesti rendezvényekből. Köztársasági elnök úr, Tűcs Péter Örnagy, a dísztörzség parancsnoka, kérek engedélyt július 4-e Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Az engedélyt megadom. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke péntek délelőtt jóváhagyta Magyarország nemzeti lobogójának ünnepi felvonását a budapesti Kossuth téren. A zászlót Magyarország 32. nemzeti honvéd díszegysége húzta fel az egységes erős magyar nemzet tiszteletére. Az ünnepélyes díszmeneten a Nemzeti Lovas Díszegység is részt vett. A menetet a Magyar Honvédség központi zenekara kísérte. Június 4-e a trianoni békediktátum aláírásának 96. évfordulója. Az akkori döntés értelmében a történelmi Magyarország területének kétharmadát elvesztette. Ennek a döntésnek a meghozatalával több mint 3 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra. Június 4-e a megemlékezés, a számvetés és erőgyűjtés napja. A Magyarországgyűlés döntésének értelmében június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja is. Ekkor a kormány kinyilvánította, mindent megtesz a Kárpát-medencében és a diaszporában élő magyarságért. Azért, hogy újra alkothassa mindazt, ami Trianonban elveszett, hangzott el az ünnepi beszédekben. Ezt követően indította el a magyar állam azokat a nemzetpolitikai programokat, melyek célja a közösség építése, a külhoni magyarság megmaradásának elősegítése. Az egyszerűsített honosítás lehetősége is ekkor merült fel. Azóta 800 ezer külhoni polgár tette le a magyar állampolgári esküt.
A központi ünnepséget Budapesten a Magyarság házában tartották. Az egybegyűltek állva fogadták a történelmi zászló bevonulását. Ezután a nemzeti himnusz közös eléneklése következett. Az emlékező beszédet Szilágyi Péter, nemzetpolitikai helyettes államtitkár mondta. Elképzelésünk sem volt, mi történt az emigrációban élő, árulnak kikiáltott magyarok millióival. De mégis, a kereszthordozás, a teher megerősítette a magyarságot. Elválasztva éltünk ugyan egymástól, de legbelül a lelkek mélyén megmaradt nemzetünk értékeinek tudata. Az ezer éves Kárpát-medencei Magyarország örökségét nem sikerült, nem lehetett eltörölni. Mert Kolozsvár örökre őrizni fogja Mátyás emlékét, Szabadkán mindig lesz, aki kosztolányi nyelvén beszél. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget vállal a határokon kívül élő magyarság sorsáért. Ezzel a felelősségvállalását nem az államhoz, hanem a nemzethez köti, hangoztatta a politikus. Mert mi mindig fel fogjuk emelni a szavunkat, ha magyarságáért bárkit is hátrányosan különböztetnek meg. Mindig ott fogunk állni segítségre szoruló nemzetrészeink mellett. Nem engedünk abból, ami jár, nem engedünk a 48-ból. Ha így cselekszünk, képesek leszünk pirosbetűs ünnepeket írni a jövő történelemkönyvébe, és büszkén, veszteségeinket sohasem feledve megélni magyarságunkat. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja magyarságot! A megemlékezést Vaszi Levente, a 2014-es Fölszállotta páva közönségdíjasa és tanítványai zárták. Az előadásukban csángó muzsikát adtak elő tánccal színesítve. A Nemzeti Összetartozás napjának legfontosabb célja, hogy ne a veszteség feletti fájdalom és gyász, hanem a magyarság összetartozásának örömteli élménye legyen a meghatározó gondolat az emlékezésben. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szinte minden magyar lakta településen tartanak megemlékezést az utóbbi 6 évben. Magyarország határon belül és kívül egyaránt. A következő riportunk Csókáról szól, ott még áprilisban próbálták meg a már 10 éve fizetett helyi járulékot meghosszabbítani még egy évtizedre. A helyi közösség tanács által kiírt szavazáson azonban a kezdeményezés ellenzői voltak többen. Hogy mit jelent ez a településnek, mire jut majd kevesebb pénz a jövőben, most megmutatjuk. Áprilisban a Csókai Helyi Közösség Tanácsa kiírta azt a referendumot, amellyel újabb 10 évre tudta volna biztosítani a helyi járulékból tervezett munkálatok pénzelését és segíteni a civil szervezetek tevékenységét. A voksolás sikertelen volt, a szavazati joggal rendelkező lakosság mindössze 20%-a jelent meg az urnáknál, ennek kétharmada nemmel szavazott. Májusban már észrevehetően megcsappantak a támogatások, visszaestek a település folyamatos felújításának munkálatai. A helyi járulékból mi 2%-ra mentünk a munkaviszonyba lévőkre, akkor 1% a nyugdíjasoknak, 20% a kateszteri és 15% a ilyen foglalkozottaknak, ilyen privátoknak. Sajnos nem sikerült, ez egy nagy baj, hogy ez a helyi járulék a mi gyerekeinknek kellett volna legjobban, mert a gyerekeink maradtak pénz nélkül. Sok polgár erre nem gondol, de sajnos ez a helyzet. Elképzelésünk nekünk ez is megvolt, mert mondjuk rá az, ami lett volna, nekünk 50% a sport, kultúra, meg ilyen helyi szervezetekre ment volna, akkor a munka viszonyban, akik vannak itt, azoknak a fizetése is a helyi közösség épületének a fenntartása lett volna. A helyi járulék megszűnésével a település sportegyesületeinek is át kell szabniuk a terveiket, támogatás hiány le kell mondani az elképzelt rendezvényekről. Ez a klubok minősítésére is kihat. A helyi járulék a klubunknak tulajdonképpen az éves költségvetésének majdnem a felét teszi ki, úgyhogy elég érzékenyen érint bennünket, tehát tulajdonképpen itt
arról van most szó számunkra, hogy jó néhány aktivitásunkról le kell mondani. Tehát mondjuk az első ilyen negatív dolog volt, hogy az idén már nem tudtuk a fiataljainkat, akik kivívták a jogot az országos döntőben való részvételre, tehát kiküldeni. Fiatalokkal való foglalkozás tehát nem fog bírni működni úgy, mint az eddigi években. A szavazás kiírásának idejéről és céljáról a tanács tagjai plakátokon és a helyi rádión igyekeztek kellő tájékoztatással szolgálni, azonban még az ilyen kevés lakosú helységben is megtörténik, hogy nem mindenkihez jut el az információ. Azt nem tudtam én. Gondolom nem vagyok járatos az ilyenbe. Egyelőre. Nem bírok mondani semmit sem. Nem csak a sport, a kultúrával foglalkozó egyesületek munkája is megváltozik kellő támogatás hiányában. A népi kultúra megőrzésére alakult II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület férfi kórusa kénytelen jól átgondolni tevékenységét, hisz szűkebb lett az anyagi keret. Tudva levő, hogy ebből a bevételből a kultúra 5,5%-ot kapott csóka szinten, és ebből pedig a mi egyesületünk 7%-ot, ami 60-70 ezer dinárt tett ki évi szinten. Ezen túl viszont, hogyha ez a bevételünk nem lesz, hát biztosan, hogy meg fogjuk érezni, és lehet, hogy a kórusnak a további tevékenységét is részben megkérdőjelezi. Tudjuk azt, hogy a gazdaság nehéz helyzetben van. Tudjuk azt is, hogy a foglalkoztatottságok nagyon rossz irányba haladnak. Talán meg is lehet érteni azt, hogy sokan nem szavaztak. Viszont, ahogy az elején mondtam, ez a pénz itt marad, és nagy szüksége volt. Eddig is csókának erre a jövedelemre is, és ezután is nagy szüksége lenne rá. Csóka lakosságának az elmúlt 10 év alatt sikerült éppen a helyi járulék helyes felhasználásával kiépíteni az úthálózatot, rendbetenni a padokat, a zöldövezeteket. Mindez kérdőjelezte meg most az újabb 10 évre tervezett hozzájárulás el nem fogadása. Elmondhatom azt, hogy Csókán olyan körülmények vannak, amely körülmények nem sok városban van a környéken. Nekünk például Sáros utcán nincs. És ezt büszkén állíthatjuk, hogy a többi, a zöld felület, a halastó és így tovább, mindez annak köszönhető, hogy volt eddig helyi járulékunk. Az, hogy most ez megszűnt, egy ideig legalábbis szüneteltetjük, mindezekből majd hiányt érzünk, ami nem lesz jó sem a fiatalok számára, sem az idősek számára. Van még egy újabb esély a helyi járulék elfogadására, hisz fél éven belül lehetőség van ismétlésre, és egy kellően kidolgozott, megalapozott helyi járulék fontosságát igazoló program esélyt ad a civil szervezeteknek, esélyt ad a csókai lakosoknak. A műsor végén pedig jöjjön egy érdekes téma. Épül a mini vajdaság Tótfaluban, nem új ez az elképzelés, a terveken már egy éve dolgoznak, a megvalósítás pedig majd most kezdődhet, de hogy néz majd ki a mini vajdaság, hogy mennyire mini, hogy ki készíti és miért, azt megpróbálja kideríteni kollégám Brasnyó Zoltán, aki ott van a helyszínen. Szia Zoli, a tiétek a szó! Szervusz, üdvözlöm a közügyek nézőit, és valóban egy érdekes projekt kellős közepén vagyunk, egy 25x50 méter hosszú területen. Faragó Irénkével beszélgetünk, aki a Szabó Dénes Egyesület tagja. Köszöntöm! Jó napot kívánok! A mini vajdaság projektről beszélgetünk, a mögöttünk látható terület szolgál majd tulajdonképpen a mini vajdaság helyül, ahol nagyon sok projektet és nagyon sok érdekességet terveznek. Hogy fog ez kinézni, és kinek a fejéből pattant ki ez az ötlet? A férjem Faragó Zoltán ötlete volt ez az egész, ő találta ki, hogy milyen jó lenne, ha lenne itt ebbe a kis faluba egy ilyen mini délvidék, és ő ezt elmondta a helyi atyánknak, Utas Jenő atyának, és ő is nagyon támogatta az ötletet, tetszett neki, és mondta, hogy akkor itt van ez a földterület, és ő ezt nagyon szívesen ideadja erre a célra, és így lett ez itt tavaly ősszel körbekerítve, körbe sövényültetve, és... Egy 4 éves projektről van szó, reálisan 4 év alatt megvalósítható? Hát 4-5 talán, reméljük, hogy
megvalósítható. Igen, minden évben tervezünk egy pici fázist véghez vinni, aztán majd meglátjuk, hogy reméljük, hogy nem húzódik el tovább. A mögöttünk látható területről van szó természetesen, és hogyha ezt a bizonyos térképet, amit ön mutatott nekem itt a bejelentkezésünk előtt, akkor megmutatjuk a kamerának, és akkor itt már egy picit jobban látható az, hogy hogyan is néz majd ki ez a terv. És hogyha itt mögöttünk megfigyelik ezt a részt, akkor itt egy infopavilon lesz, ugye, amely mi célt szolgál majd, mit lehet itt csinálni? Itt vizes blokk is lesz, itt lesz a férfi WC, női WC, és információs helység is, valamint jegyet is itt lehet majd vásárolni, ilyen minimális lesz a belépő, tehát nem nagy összegre kell gondolni. És hogyha így a méretarányokat nézzük, akkor körülbelül hogy kell ezt elképzelni? Egy települést milyen részletességgel dolgoznak ki? Minden településről csak a nevezetes dolgokat, például a várakat, vagy ilyen városházát, vagy ami ilyen nevezetesebb dolgot. Tehát egy településről nem lesz sok mindent, mindegyikről csak a lényeges dolog lesz. Ezek szerint akkor körülbelül ott a fák környékén lesz majd Újvidék és a Pétervárady vár, igen, ugye? Igen. És akkor ott egészen fent pedig Szabadka. Igen. Valószínűleg a városháza lesz. És a városházat körülbelül milyen méretben tudjuk elképzelni? Talán ilyen másfél méter körül, másfélszer másfél méter, vagy ahogy az arányok adják, de körülbelül úgy tervezik, hogy egy-egy makett ilyen másfél méter körülbelül lesz az átlója. És milyen anyagokat használnak majd? Terv szerint ilyen kő vagy tégla, ilyen anyagokat szeretnének felhasználni, ami persze, amit az éghajlat vagy az időjárás nem fog tönkretenni. Tehát akkor gyakorlatilag ellenálló lesz az időjárás viszontagságainak. Igen, így tervezik. Mennyi pénzt fordítanak erre, és hogyha 4 évet nézzük, akkor most idén melyik projekt lesz, illetve ennek a projektnek melyik szakasza következik? A terv szerint a mérnök úr megtervezte ezt az egész projektet, ő 6 millió euró, vagy 6 millió dinárt számolt. Drága lenne egy kicsit. Igen, 6 millió dinár. Az első fázisban most a Tisza, a Duna és a folyóknak a medreit szeretnénk kiásni és lebetonozni, valamint hogy a víz körforgását így kialakítani, és ezt szeretnénk az idei évben megvalósítani. A munka pedig a nyári időszakban, nyári hónapokban folyik majd. Igen, ez július-augusztusra terveztük a munkálatokat. Egy megvan már bízva 2-3 vállalkozó, vagy ilyen mester, aki ők fogják irányítani a munkálatokat, és ilyen segédmunkásokat szeretnénk majd így toborozni, akik segítenének annak a két mesternek. Egy sűrűn benőtt területről van itt szó. Gondolom, hogy a fákat kivéve azért a többit itt elrendezik és kitisztítják. Igen, persze itt ki lesz tisztítva. Ilyen tanösvények lesznek, kis pavilonok, pihenők, úgyhogy minden itt el lesz takarítva. Szép kis parkosított hely lesz. Ide bárki ellátogathat, vagy pedig valamilyen jegyet kell mondjuk vásárolni, és ez mennyibe kerül esetleg? A helyieknek természetesen ingyenes, aki jönnek ide meglátogatni, nekik jegyet kell váltani, de nem lesz nagy összeg, ilyen 100 dináros magasságban lesz a jegyára, de ezt még nem tudom pontosan. De ilyen szimbolikus. Ilyen szimbolikus, úgyhogy nem lesz nagy összeg. És akkor térjünk egy picit vissza ezekre a bizonyos tanösvényekre. Iskolák esetleg, vagy pedig egyetemi karok például ellátogathatnak, mondjuk csoportok, és használhatják ezt a létesítményt? Persze, gondolom ilyen csoportos kedvezmény is lesz, hogyha jönnek osztályok, és tanárokkal együtt, ha eljönnek történelem, földrajz órát is nyugodtan lehet itt tartani. Ez gondolom a diákok élvezetesebbnek is tartják majd, mint az osztályteremben az órát. Itt a tanár megmutogathatja, hogy melyik a történelmet például, vagy a földrajzot, hogy mi hol van. Szerintem ez nagyon jó ötlet egyébként. Különféle csatákat például lehet modellezni. Igen, a csatákat is a történelem során. És volt még egy érdekesség, amit mondott a beszélgetésünk előtt, hogy ugye ezek a fák, amelyek még nyilván itt meg lesznek ültetve fák, és ugye picit árnyékot vet majd ez vajdaságra. Ez ugye azt szolgálja, hogy például el lehet ott pihenni, lesznek padok esetleg, ahol helyet lehet foglalni. Igen, persze, padok is lesznek, ilyen pavilonok, kilátó tornyok itt lesznek a hátul a sarokba, úgyhogy nagyon sok minden ilyen, sőt, még a szemetesek is meg vannak már tervezve. Úgyhogy... A palicsító meg lesz egyébként? A palicsító, az azt hiszem, hogy nem lesz, vagy ezt pontosan nem tudom, de
valószínű, hogy meg lesz. Mi szabadkaiak ragaszkodunk hozzá, hogy legyen, puskázok, legyen egy de halicsító. Nem tudom. Igen. Hát, és ugye arról is szó volt, hogy önök egy felhívást is intéztek Facebookon is, és a médián keresztül is az emberekhez, hogy aki szeretne, az jöhet és segíthet önöknek, például abban, hogy itt a különféle munkálatokat elvégezik. Milyen ellenszolgáltatást kínálnak ezeknek a fiatal embereknek, fiataloknak vagy időseknek? Ilyen heti vagy kéthetes bontásba szeretnénk egy pár fiatalt ide megkérni, hogy eljönnek ide segíteni. Ilyen napi 8 óra lenne. Napi 3-szori étkezést, szállást, azt biztosítunk. Utána pedig, aki maradna hétvégére, annak pedig akár környéken, akik nem idevalósiak, hogy szétnézni Szabadka, vagy akár merre, hogyha szeretnének szétnézni a környéken. Tehát akkor fizetés, nem? De azért nem, étel. Nem. Az sajnos már nem futja. Úgyhogy ez de azért nyugtasson meg, hogy ők majd ingyen nézhetik meg ezt a parkot. Ők persze, hogyha jönnek ilyen segítők, akkor mindenképpen ők eljöhetnek aztán megnézni az eredményt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és amit önök is látják itt, mert az első önkéntesek megérkeztek, úgyhogy bátran jelentkezzenek önök is, mert mini vajdaság épül itt Tótfaluban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. A szó a stúdióé. Nagyon érdekesnek tűnik mindez. Remélem, hogy a palicsító is majd ott lesz a mini vajdaságban. Brasnyó Zoltánnak és vendégének köszönjük szépen a bejelentkezést. És ez volt mára a közügyek, de természetesen holnap is lesz műsor, választanak minket ugyanígy 6 óra 5 perctől. További kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra!